Üdvözlöm Önöket! A vendégem egy olyan fiatalember, aki a magasban éli meg, és a magasból közvetíti az érzelmeket. Biric Ákos artista. Hát jó estét kívánok, szervusz! Artista, ezen belül is gurtnis. Ez mit jelent egészen pontosan? Hú, ezt igazából úgy definiálnám nagyon egyszerűen, hogy két lapos kötél, és a vége egy csúszó hurokba van varva. Magyarul minél több súlyt kap, annál jobban szorul a kezem. Aha. És ez nagyon magasan van. Változó. Tehát talajról indul, és utána pedig egy csörlő segítségével jobb esetben, akkor ameddig az épület elbírja a magasságot, vagy akkor ki vagyok feszítve. Hát hogy lettél te gurtnis? Hát jó messziről indult igazából, én szertornásznak indultam el anno-anno, viszont olyan iskolát nem tanáltunk Budapesten, mivel én vidéki vagyok. Olyan iskolát nem találtunk Budapesten, ahol ez a három intézmény egy helyen lenne, magyarul a kollégium, az elemi iskola és a szakoktatás, ugye kvázi értem a szertornát, most ilyet nem találtunk. Elég messze voltak egymást, és egy 9-10 éves gyereknek ez elég nagy feladatnak tekintették, úgymond szüleim, hogy megoldja ezt önállóan Budapesten. Így rátalált édesanyám az artista képzőre Budapesten, ahol volt egy kis távolság, de voltak kísérők. Tehát voltak kísérők az intézmények között, akik a kisgyerekeket kísérgették. És akkor így elszegődtem az artista képzőbe, majd egy év után láttam a cirkuszban egy évvégi vizsgát, ahol a szakosok előadták ugye a vizsgálőadáson, hogy mit tanultak abban az évben. És akkor láttam egy igen tehetséges fiatal embert, aki ezen produkálta magát abban az évben, ezen a gurtnin. És utána eldöntöttem, hogy akkor én is megpróbálom ezt a szakot, és azóta ott maradtam. De egyébként hezitáltál? Tehát, hogy előtte volt még a fejedbe, hogy valami más? Mindenek előtt? Hát igen, meg gondolom az artista képzőben azért nagyon sok szert kipróbáltok, és nagyon sok stílust, és zsánert. Így van, tehát 4 év előkészítő van, ahol minden zsánert kipróbálunk, és az alapokat elsajátítjuk. Akkor volt bennem egy kis ez, az akkor úgy kerestem a helyemet, de amikor megláttam a gurtnit, akkor rögtön tudtam, hogy én ezt szeretném. Jó, de akkor ezt fejtsd ki nekem, légy szíves, hogy miért. Miért? Hát meglátsz egy gurtnit, és meglátsz egy tehetséges fiatalembert, aki lenyűgözően bánik az akrobata mutatványok, és egyáltalán vizuálisan nagyon jól néz ki, és nyilván technikailag is. Na, de az összes többi zsánerben is látsz fiatalembert és lányokat, akik zseniálisan művelik az adott zsánert. Tehát miért a gurtni? Igen, ez a szertornából jön, mert én ott pedig a gyűrűt kedveltem nagyon. Tehát a gyűrű pedig közel áll a gurtnihoz. Úgyhogy így remélem ezzel megmagyaráztam a kérdésedet. A gyűrű pedig egyszerűen önmagában a pusztanyers erő miatt tetszett. Hogy igazából ott tényleg attól függ a dolog, hogy az ember mit bír el, vagy mit tart magában, mennyi erőt különben, az nem forog, vagy nem megy föl magától. A artista képzőben, vagy miután már befejezed az artista képzőt, és gurtnis leszel, akkor vajon kitétele, hogy a biceps az hány centi kell, hogy legyen? Nincs ilyen kitétel, nincs, és már elvégeztem, de nincs ilyen kitétel. Igazából gurtnisok között is több válfaj, hogy így fogalmazza, tehát több különböző kategória van magában, a szakon belül is. Tehát nem itt az artista képző, tehát nem itt az artistában rengeteg szak van, hanem még szakon belül is vannak ilyen válfajok, stílusok, hogy úgy fogalmazzak. Én inkább a fizikai állóképességre, fizikai erőllétre megyek rá jobban, és akkor így erős trükköket mutatok be, hogy fogalmazhatok így magyarul, tényleg ami fizikálisan nehéz megvalósítani. Mert ugye van a másik a válfaja, az meg technikailag, tehát inkább jobban forog és kihasználja fizikai erőket, majd a centrifugális erőt, stb. Annyira nagyon nem akarunk belemenni ilyen tudományos szinten, de ugyanúgy, ahogy mondjuk a táncosoknál is, például egy jazz balett és meg egy klasszikus balett, pont ennyi a különbség a kettő között. Aha. És azon kívül, hogy az állóképességedet használod, használod a helyzeteket is, mert hogyha jól tudom, akkor ez egy 10-20 méter magasan történnek ezek az akrobata mutatványok, és ha jól olvastam, akkor te védőháló nélkül dolgozol? Így van, ezt a szakot általában, tehát 99%-ig biztos, hogy védőháló nélkül csinálják, mivel egy csörlő húzza föl a kupolából, tehát a tetőről, tetőre rögzített, csigán keresztül egy csörlő húzza föl, ami mondjuk a takarásban, vagy kint a backstage-be foglal helyet ez a csörlő, és egy másik ember, ami nagyon fontos, mert igazából ez a produkció két félből áll. Vagyok én,
mint akit lát a közönség, nem azért, mert én vagyok a szamár, tehát a végére maradnék, de nyilván a közönség engem lát elsőnek, úgyhogy minden, ami történik, úgy gondolják, hogy az én vagyok. Ez 50%-a vagyok én. A másik 50%-a az az illető, akiben megbízom annyira, hogy rábízom az életemet és a testi épségemet, aki irányítja ezt a csörlőt, hogy milyen magasra húzzon, milyen gyorsan, mikor álljon meg, mikor engedjen le, hogyha valami történik ezzel a csörlővel, ami egyébként elő szokott fordulni, mert hát a technika ördöge az mindig ott van, akkor pedig legyen lelki ereje lépni egyet, hogy akkor mit kell csinálnia. A vészféket behúzni, leengedni egy vészfék kioldóval, szóval ott kell lenni ott is. Ha jól értelek, akkor te csak egyszer hibázhatsz, és ő is. Igen, egy nagyot. Mekkora lelki erőlét szükséges ahhoz, hogy egy-egy produkciót elkezdj újra és újra, azzal a tudattal, hogy akár az utolsó is lehet? Hát ha nem lennél benne örömöm, biztos nem kezdtem volna. De mi ez adrenalin függés? Azt sem mondanám. Azt sem mondanám. Igazából, amit én nagyon értékelek, az a közönség tiszta és őszinte reakciója. Mert léptem már föl több helyen, tehát színházban, cirkuszban, szabadtéri eseményeken is léptem föl, Oroszországban pont, és mindenhol más-más a reakció. Tehát egy színházban nagyon jó meg lehet figyelni azt, hogy igazából a közönség figyel egymás, hogy mikor mit szabad, mert kicsit úgy érzem, hogy ők stressz alatt érzik magukat, hogy hogy kell viselkedni, hogy én nem is tudom, hogy szóval konszolidáltabbak. Egy Sziget Fesztiválon például, most jöttem onnan, ott pedig igazából mindenki, ami a szívükön, az a szájukon vagy a kezükben. Tehát ha nem tetszik, felállnak és kisétálnak. Szóval nagyon meg kell fogni a közönséget mindenhol. És a végén azt, amit kapunk, az az őszinteség az, amiért én dolgozom. Ez egy férfi zsáner? Ez a gurtni? Ez a gurtni. Én azt mondom, hogy többnyire igen. De vannak nagyon jó női gurtnisok is. Sőt, igazából férfi-női zsáner, tehát ebből a zsánerből van egy női verzió, nyilván amit lányok űznek, tehát ők is nagyon szépen űzik ezt a gurtnit, de férfi zsánerben, tehát az elemek a mások, amiket mi elvárunk férfi-női zsánerben, hogy helyes legyek. Odesszában gurtni győztes voltál, ha jól tudom. Odesszában ilyen bronzdíjat nyertem. Ilyenkor egy ilyen versenyen, amikor többen vagytok gurtnisok, és adott számokat adtok elő, hogy mik azok a szempontrendszerek, amik nagyon ütősek, hiszen mi nagyon-nagyon jól felkészültek vagytok, és nagyon jól művelitek nyilván technikailag a számokat, de mi az, ami átüt? Mi az, amitől aztán rábólint a zsűri, hogy dobogós? Nos, jó a kérdés, viszont ott hibázik, hogy nem csak gurtnisok vannak egy cirkuszfesztiválon. Tehát itt pedig nehéz megítélni azt, hogy például egy kutyaszámmal összehasonlítani. Igen, tehát kvázi mindenkit a saját osztályában kell mérlegelni, vagy pontozni. Ugyanakkor ez nagyon nehéz. Tehát egy 20 fajta produkció összeáll, és akkor csinál egy műsort, és ebből van két műsor, magyarul 40 produkciót kell lepontozni a saját műfajában. Az nagyon nehéz. Igen, tehát... De te tudod, hogy mi az, ami üt? Ez mindig változik. Tehát minden zsánerben más az, ami üt. Más. Ha egy kutya ugrik egy szaltót, az lehet, hogy tök jó, valaki pedig rá se bólint, mert látott már olyan kutyát, aki kettő szaltózott. Vagy balra szaltózott. Szóval nagyon nehéz ezt megmondani, hogy éppen mi üt. Ugyanakkor változik az ízlés is, a stílus is a cirkuszvilágban is úgy, ahogy mindenhol. És annak is eleget kell tennie. Na hát akkor erről beszéljünk, egy új színházi ötvözetű cirkusznak voltál a tagja, vagy most már szabadúszó vagy? Voltam a tagja, igen, és mostanában pedig vendégművészként szereplek az előadásaikon. Ezt miért választottad, a Recirkelt? A Recirkel akkor indult, mikor én még el sem hagytam az iskolát, tehát az artista képzőt. Akkor felkérték Vági Bencét, a mostani Recirkel társulat vezetőjét, hogy csináljon egy előadást a Sziget Fesztiválra, az akkori Sziget Fesztiválra. Ez 2012 szerintem, vagy 13. Igazából annak is utána kell nézni, hogy mikor születtem, tehát nagyon rossz vagyok az évszámokban. Tehát nagyjából 5 évvel ezelőtt? Így van, nagyjából 5 évvel ezelőtt felkérték, hogy a Vági Bence, hogy csináljon egy műsort a Sziget Fesztiválra artista képzősökből, akik még tanulók. Nos, így is tett, és akkor pedig pont a Fővárosi Nagy Cirkuszban dolgoztam,
és megkeresett Vági Bence, hogy van ez a produkció, amit szeretne létrehozni a Sziget Fesztiválra, én nagy örömmel el is vállaltam, és még sokan mások. Köztük a jelenlegi Recirkel társadalmi tagok is köztük voltak. És megcsináltuk ezt a műsort Sziget Fesztiválra, és utána olyan átütő ereje lett, hogy utána pedig felkérték, hogy a MÜPÁ-ba ezt turbózzák föl nyilván egy kicsit, és akkor utána a MÜPÁ-ba felkérték, és igazából innen indult ez az egész Recirkel. Magyarul a Sziget Fesztiváltól elindult, utána felkérte a Művészetek Palotája, és így tovább, és így tovább. Ugye azt kell tudni, hogy itt történetvezetés folyik ilyenkor, tehát egy dramaturgiája van, vannak varieté elemek benne, a zene, a látvány és maga a technika az összefor, és egy egységes összcirkuszi mutatványá for össze. Ezt te élvezted? Mert hát itt nyilván egész máshogy kell megnyilvánulnod, mint addig, amíg csak simán artista voltál. Így van. Hogy élveztem-e? Abszolút. És miért? Mert új. Tehát pontosan azért, mert ez is új. És az a nagyon jó ebben, hogy igazából a klasszikus cirkuszban kezdtük el ezt az egészet, azt is művelem, és ugyanakkor mellette, tehát párhuzamosan űztem ezt az új cirkuszt is. Magyarul én nem választottam igazából ezt az egészet, vagy nem határolódtam el. Én mind a kettőt igazából otthonomnak tekintem, és szeretek benne előadni, játszani. Mennyire kőkemény éles stílusa van egy artistának? Mit eszik, mit iszik, mennyit edz naponta? Ez jó kérdés, nagyon sokan felteszik. Én erre viccesen azt szoktam mondani, hogy én nem sportemberek, hanem artista. Tehát, hogyha valaki csúnyán néz, hogy én két zacskó chipset megeszem kólával, meg mozi közben nachoszt eszem, amíg belém fér, szóval ezzel szoktam viccelődni, ugyanakkor oda kell figyelni. Sőt, hát a sportok nagyon odafigyelnek, hogy mit esznek, a versenyek pedig nem minden nap vannak. Nekünk pedig minden nap van, amikor háromszor is elő kell adni ugyanazt, ami nem kis fizikai erőnléttel jár, ugye? Szóval nagyon oda kell figyelnünk erre a dologra, a másik pedig a kőkemény élet, hogy minden nap próbálni kell, minden nap. Másnaposan is. Azt nem mondom, hogy szabad másnaposnak lenni, de másnaposan is. Szóval ez nem kifogás. Aha. Ez nem kifogás. Hogyha előadás van, az, hogy valaki lázas, vagy fáj a fel, szóval ezeket nem is mondjuk, mert meg se halljuk. Ezeket nem kell. Ez a show must go on, van egy ilyen, szóval. Ez él és létezik. Tényleg. És a pálinkát mennyire szereted? Azt nagyon szeretem. A nívós pálinkát. Olyannyira, hogy terveid vannak vele? Ja, abszolút. Mert hogy egy artista, meddig lehet artista évileg? Változó az artisták között is, ugye ez szaktól függ. Tehát kvázi egy bohóc, láttuk ugye tévében is, cirkuszban is, egy bohóc nagyon sokáig tudja űzni ezt a szakmát. Mert ugye igazából, hogyha valami fáj neki, vagy úgy gondolja, hogy ez most már megterül számomra, akkor változtat egyet. Mert a humor ugyanúgy humor. Ha ül, csinál valamit, az humor marad, hogyha jól csinálja, az vicces lesz. De mi ezt nem tudjuk elbagatelizálni fönt a levegőben, az vagy megy, vagy nem. Ez olyan, mint a matek. Élére van átva. Igen, nem, fekete-fehér. Én ezt szeretem, így szeretem látni a világot, úgyhogy azért is választottam ezt a szakmát, mert itt nincs mellébeszélés, ugye ezt a gurtni szakot. Én megítélésem szerint egy 30 éves korig lehet csinálni ezt a szóló gurtnit férfinak. Én megítélésem szerint, de bár tévedjek, azt mondom, tévedjek. Ilyen szinten, amivel nagyon ellenkeztél az élsportolóknál is így van ez nagyjából 30-35 év. Tehát, hogy itt analóg a történet. És 30 éves korod után mi lesz a terved? Pálinkát fogsz főzni? Ez egy távlati tervem, így van, de inkább úgy mondanám, hogy a mezőgazdaságba szeretnék inkább elvonulni, vagy átpártolni. Nem tudom, hogy szebb. A mezőgazdaság is fekete-fehér? A mezőgazdaság is fekete-fehér. Gondolom én, de aztán még majd ebbe bele kell csöppennem. A mezőgazdaságban igazából az fogott meg a legjobban, hogy annyira nincs rohanás. Tehát tényleg valakinek van egy földje, vannak állatai, jó az állatokat, minden nap el kell látnia, stb. De nincs ez a hercehúrca, ez a nagy hatalmas nagy valami, hogy akkor bármelyik pillanatban rám dőlhet egy nyárfa vagy valami. Szóval ugyanúgy, ahogy én most minden egyes alkalommal lehet, hogy le fogok zuhanni. Abban nincs egy ilyen hatalmas nagy stressz. Persze majd lehet stresszelni, hogy most sütni fog a nap, majd szétveri a jeges eső a termést, nem tudom. De nyilván nem fogok rajta annyira stresszelni, mint hogy leesek 10 méter magasból, mert repülni sajnos nem tudok.
Hát az, ami az élesváltást illeti, akkor ezt most teljesen megértem, mert ez tényleg egy élesváltás lesz majd. Az viszont akkor eszedbe se jutott, hogy akár edzőként maradj tovább a cirkuszvilágában? Igen, ezt már megkaptam több oldalról, ezt az edzősködést. Én nem tudom. Az edzősködés már majdnem ott áll, mint hogyha valaki tanár lenne, vagy hát jobb, vagy szóval. Ettől pedig nagyon úszkodom, mert én tudom, milyen gyerek voltam iskolában, 5-től 8-ig. Hát én nem szeretnék olyan diákokkal foglalkozni, mint én voltam, megmondom az őszintét. Nem tudom. Az edzősködés is talán benő az én fejem lánya, és majd meglátjuk. És az artistaságot azt hogy lehet viselni így 2017-ben? Tehát például lehet ezzel csajozni? Hát elég ritka az artista, tehát... Jó eséllyel indulsz. Jó eséllyel indulok, így van. Viszont oda kell figyelni ez a csajozós dologra, mert az artisták körében ugye jó felvágós dolog ez az artistaság. 10 méter magasba dolgozik valaki, persze, igen, és ugye valaki önszakot űz, akkor eredendően kap egy jó fizikai megjelenést is. Viszont ez az artistaság igazából két oldala van. A nőzés szempontjából, ha már így rátérünk erre. Ha valaki inkább járja a világot, és akkor egyúttal a nőket is, valaki pedig inkább szeretne egyet. Viszont azt nagyon nehéz megvalósítani ebben a szakmában, hogy igazából folyton úton vagyunk. És akkor ilyenkor szokott jönni az, hogy egy másik artista lányjal, vagy egy artista lányjal, akkor párba dolgoznak. Akkor szoktak megalakulni a duók, és együtt járják a világot, ami szép, csak ilyenkor elő szokott jönni az a kérdés, hogy és a munka nem megy a kapcsolat rovására? Na, erre nem tudok válaszolni még, nem tudom, úgyhogy így nem is folytatnám, várom a következő kérdést. Hány éves vagy most? Mindig azt mondom, 18 pár év tapasztalattal, de 23. 23. Tehát akárhogy is számolom, nagyjából 7-8-9 éved van még hátra ebbe a szakmában, ha kivárod. Igen. És ha nem lesz rossz lépés. Így van. És aztán 9 év után váltasz egy nagyot, ami még a jövő titka, hogy mit? Hát a mezőgazdaságot. A mezőgazdaságot. Így van. Ilyenkor, Ákos, mit szoktak kívánni? Egy kalappal, vagy van egy jó bevett artista kívánság, mielőtt felmégy a porondra? Szokták mondani, hogy egy kalappal, de a legjobb, amit mi szoktunk mondani, hogy kézlábtörést. Kéz- és lábtörést. Akkor kívánok neked még 7-8-9 év kéz- és lábtörést, és aztán hát teljesek ki akár a pálinkába, akár egyéb mezőgazdasági vonalban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én köszönöm az interjút.